Sziasztok, Freddy vagyok, jelentkezem egy újabb filmbarátok Express-szel, megnéztem az HBO-nak az újabb dokumentumfilmét, a Szeretlek, Most Hajd Meg című filmet, eredeti címe I Love You, Now Die. Nos, ez egy viszonylag bizarr szerelmi szállat dolgoz fel ez az alkotás, aminek csúnya vége lett. Röviden összefoglalom, hogy miről szól ez az egész. Nos, volt egy Conrad Roy nevezetű amerikai teenager aki egy bizarr távkapcsolatba került egy Michelle Carter nevű nővel, talán ötször találkoztak csak személyesen, de gyakorlatilag csak a csevegő felületeken tartották egymással a kapcsolatot, azt viszont már beteges szinten. És tudni kell, hogy ez a Conrad ő elég depressziós volt, és a lánynak is volt ilyen fajta múltja, kicsit Sociopata volt, a, a srác is boldogtalan volt, különböző okok miatt, és hát folyamatosan egymást sértegették cseten, de ugyanakkor meg folyamatosan az a végződött kár minden, hogy te vagy életem értelme, szeretlek, meg minden. A filmben végig lehet látni a, a chat beszélgetéseket, mert ezeket lefoglalta a rendőrség, és ki is nyomtatta, és ez fontos tényezője volt a tárgyalásoknak mert azért volt tárgyalás, mert ez a Konrad nevű srác 18 évesen öngyilkos lett. Méghozzá egy parkolóban szémonoxid, szándékos szémonoxid mérgezéssel. És ez a lány, ez fontosan biztatta, hogy csináld meg, most csináld meg, meg ilyenek. Sőt, ez a srác még miközben már mérgezte magát, mi ki is szállt egyszer, mert meg ilyet, és a lány az visszatessékelte, hogy most azonnal menj vissza, és fejezd be meg ilyenek. Hát amikor megtalálták a fiút, természetesen vissza lehetett olvasni mindent, és hát a, a lány nem is tagadott semmit. És akkor itt kezdődik el a történetnek a valódi, hát a bonyodalma, hogy igazából ez most mi? Tehát a lány felelősségre vonható-e azért, hogy küldött neki ilyesmiket, vagy nem, mert a srác teljesen önszántából csinálta ezeket. Tehát nem volt ott a lány, hogy kényszerítse, hogy ölje meg magát. A, a srác az rendszeresen írta, hogy nem akar már élni, meg ilyesmi. Úgyhogy ez egy nagyon bonyolult jogi helyzet, és erre is épít a védelem, a, a Miselnek a védelme, hogy ez egyszerűen nem egy bűncselekmény. Lehet, hogy etikusan nem túl szép dolog tőle, de ezzel nehéz mit kezdeni. Ugyanakkor a, a srácnak a családja meg azt mondja, hogy ez a lány kergette a halálba. És akkor fontosan megtudjuk a háttereket, hogy a a lánynál is uh, mik voltak, tehát az, a film első fele, meg két része van pontva, az egyik egy órás, a második az egy óra 17 perc, vagy valahogy így, tehát igazából az a, egy, én egy filmnek tekintem két óra 17 perces hosszával, de nyilván azért lett kettő pontva, mert a film első fele az az ügyészség álláspontját képviseli, tehát hogy minden bizonyíték, ami a lány ellen szól. A második fele az a védelem álláspontja, hogy mi zajlott ott a, a lány felől, hogy milyen nyomásnak lett ő is kitéve, hogy a srác fontosan bombázta őt a, a saját problémáival, gyakorlatilag könyörgött érte, hogy valaki segítsen neki, és ez a lány, ez úgymond szerelemből hajszolta a halálba, hogy végre boldog lehessen. Tehát nagyon bizarr az egész, és hát fontosan az ember, ahogy nézi, így, így mondja, hogy oké, okay, hát ez teljesen egyértelmű ügy, de aztán kiderül, hogy hát lehet, hogy mégsem olyan egyszerű ez. Tehát a, a, bírót azt nagyon nem irigyeltem ebben a helyzetben. Úgyhogy ez egy tényleg egy érdekes ügy. Én nem tudtam, hogy végződik, úgyhogy számomra is izgalmas volt. Bár az usa ez valami nagy hírértékű szenzáció volt, amiről tudósított mindenki, hozzám nem jutott el, úgyhogy én ennek örültem mert így sokkal jobban működött a filmnek a dramaturgiája. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy a film egyszerűen túl hosszú és túl vontatott szerintem. Az oké, okay, hogy, hogy játszik okosan a, a stílus jegyekkel, tehát hogy van, hogy percekig csak chat váltásokat láthatunk ezzel a tipikus majokos telefonos vizuális megoldásokkal, hogy bal oldalt az egyik, jobb oldalt a másik és ilyenek, de egyszerűen túl sok volt ezekből. Tehát már rég megértettem a film meg a karakterek álláspontját, és a film újabb meg újabb példákat mutatott, és egy idő után nekem ez már túlvontatott volt. Tehát ez a story, ez igenis filmet követel. Én, én ezt nem is vonom kétségbe, ezt megérte, hogy csinálják ebből egy dokumentumfilmet. Hogy ebből tényleg egy 2 óra 17 perces filmet kelljen kihozni, ez szerintem túl sok. Ez egy tipikusan 90 perces alapanyag, annak tök jó lehetett volna, nekem egy idő után már kicsit száraz volt, bár voltak ilyen hullámvölgyek, aztán megint izgalmasabb lett a végére, meg ilyenek. Illetve hát a, a filmet ugyanaz az Erin Lee Carr rendezte, aki az anya gyilkos kincsét rendezte, az is egy ilyen HBO-s dokumentumfilm, az egy óra 20 perc volt, hogy valahogy így. Hát ott valahogy jobban össze tudta foglalni szerintem itt ez, ez annyira nem működött. Úgyhogy emiatt én azt mondom, hogy ennek ellenére is érdemes megnézni, mert a story az tényleg érdekes, de ez lehetett volna jobb is. Úgyhogy ne várjatok nagy dokumentumfilm szenzációt, ez egynek okés kategória. Na, akkor ez lett -e volna én. Sziasztok!